Petőfi Sándor Arany Lacinak. Laci, te, hallod-e? Gyer ide! Gyer, ha mondom, rontom, bontom. Ülj meg itt az ölemben. De nem ott szállj, mert különben megtalálnak csípni, hígyni, ugye fáj? Hát neki a fáj. Szájadat betedd, és nyisd ki füledet. Nyisd ki ezt a kis kaput, majd meglátod, hogy mi fut rajta át fejedbe. Egy kis tarkalepke. Tarkalepke, kis mese. Szállj be, Laci, fejbe. Volt egy ember, nagy bajúszos. Mit csinált? Elment a kúthoz. De nem volt víz a vederbe. Kapta magát, telemerte. És vajon minek merítette meg azt a vedret? Tán a kertet kéne meglocsolnia, vagy ihatnék? Nem víza. Telt vederrel a kezében, a mezőre ballag szépen. Ott megállt, és körülnézett. Énye, vajon mit szemlélhet? Tán a fényes déli bábot. Hisz olyat már sokat látott. Vagy a szomszéd falu tornyát. És azon meg nem sokat lát. Vagy tán azt az embert, ki amott a kendert áztatóba hordja. Arra sincsen gondja. Mire van hát? Ebogattát. Már csak megmondom, mi véget nézi át a mezőséget. A vizet miért hozta ki? Ürgét akar önteni. Nini! Ott az ürge! Hű, mi fürge! Mind szalad, pillanat, s oda bent van, benn a lyukban. A mi emberünk serest, oda nyargal egyenest, a lyuk mellé, s beleönti a veder vizet. Torkig tele lett. A szegény kis ürge egy darabig tűrte, hanem aztán csak kimászott, még az inge is átázott. A lyuk száján nyakon csípték, hazavitték, s mostan itt van, karjaimban, mert e fürge, pajkos ürge, te vagy, Laci, te bizony.